Már sokszor volt szó erről, de érdemes szerintem átismételni. Az pedig a Bri vagy zsidókhoz 4-es fejezet 12-es vers. Mert Elohimnek beszéde élő és ható, és élesebb minden két élő fegyvernél, és elhat a szívnek, és a léleknek, az ízeknek, és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat, és a szívnek indulatait. Igazából, hogyha valakinek értelme van, és Ruach HaKodesh vezeti, akkor ebből is ki kell, hogy derüljön számára az, hogy a Tora az még mindig érvényben van, hiszen arról beszél, hogy Elohim beszéde az élő és ható. Az élő, az Zao, úgy, mint valami, ami életben van. Valami, ami életét folytatja. A ható pedig nem más, mint energész. Mint az energia szó, amit mi is használunk. Valami, ami működik, tevékenykedik, még mindig hatásos, hathatós és eredményes. Elohim beszéde pedig nem más, mint a logosz, az ige vagy az írás. Nem beszélhet másról, mint a Toráról, hogyha ez még mindig életben van, még mindig hatásos. Akkor miért mondjuk azt, hogy ezt már eltörölte, vagy ez egy átok volt, vagy ez rabság? Sőt, azt mondja, hogy ez élesebb minden kétélű fegyvernél. Egy fegyverhez hasonlítja, ami elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a velőknek megoszlásáig. Magyarul a test legbelsejébe hatol. Nincs semmi, ami megállíthatná, ez egy olyan erő, amely él, hat és ellenállhatatlan. Megítéli a gondolatokat és a szívnek az indulatait. Kritikosz a megítélni, úgy, mint a kritika vagy kritikus. Megkülönböztetésre képes, vagy megítél. Ezért vannak azok, akik azt mondogatják, hogy nekünk csak a magyarral kell foglalkozni, mert mi magyarok vagyunk, ezért vannak ők hátrányban, ezért nem értik azt, hogy miről szólnak az írások többek között. Mikor azt mondja valaki, hogy ne ítélj meg, akkor melyik megítélnire gondol? Mert itt van az, hogy kritikusz, ez azt jelenti, hogy valaki képes a megkülönböztetésre. Én nem hiszem, hogy az egy olyan nagy probléma, hogyha valaki megpróbálja az előtte álló embert megkülönböztetni, vagy megítélni olyan értelemben, hogy az gonosz, vagy pedig jó. Az, amit az az ember mond, ahogyan cselekszik, ahogyan él, az gonosz, vagy jó. Mi alapján? Elohim beszéde alapján, mert ez az, ami megítéli az embereknek a gondolatait és a szívnek az érzelmeit. Vagy pedig annak a szándékait, hiszen az indulat az nem más, mint ennoia, úgy, mint gondolat, vagy nézet, véleménygondolkodás, vagy pedig szándék, ami az ember szívében van, ami az ember legbelsejében van, a közepében van. A gondolat pedig enthymesis, úgy, mint gondolat, vagy megfontolás, elképzelés. Ezt kellene mindenkinek észben tartani, mielőtt megnyilvánul. Úgy. Reveal Hidden Reality-nek, mint nekünk is, mindenkinek. Hogy Elohim beszédéhez menjünk vissza, és nézzük meg, hogy amit az állít, az vajon összhangban van-e azzal, amit mi gondolunk, vagy azzal, ami a mi szándékunk, a mi szívünknek a szándékai. És ezek a videók azért készülnek, hogy valamilyen formában felébresszék azokat, akik még mindig nem döntötték el, hogy mi a helyes út, és kutatnak és keresnek. Illetve mindenkit ráébresszen arra, hogy mindaddig, amíg nem megyünk vissza Elohim szavához, és azzal mérjük az életünket, addig mindig tévúton fogunk járni. És az nem elég, hogy engem Jahua vezet, engem a Szent Lélek vezet, a Szent Szellem, a Ruach vezet, nekem ezt mondta, azt mondta, vagy amaz mondta. A lényeg, hogy mi van leírva, és az én cselekedeteim és viselkedésem azzal összhangban van-e, és hogyha nem, akkor az nem jöhet Elohimtől. És hát ezzel vissza is térnék ehhez a videóhoz, és ennek a második részéhez, hiszen itt folytatódik a valótlanságoknak a sorozata, és azért mutattam meg zsidókhoz 4.12-t, mert úgy gondolom, hogy ez
valóban megmutatja nekünk, Elohim szava ez, hogy mi az igazság, és mi nem, mi a filozófia, és mi a valóság. És az, ami ebben a videóban elhangzik, ugyanúgy, mint az összes többiben, szinte ami tőlük árad, az a filozófia kategóriába tartozik. Itt most például arról van szó, hogy Elohim, vagy Yahua, hogy Yahua Elohim a tizedet a lévita papság miatt találta ki, illetve hogy nekik legyen mit enni. De nézzük meg, hogy bár részben ez igaz, mi az, amit az írás mond, ahelyett, hogy mi az, amit mi össze tudunk hozni filozófia segítségével. Itt van az első alkalom, amikor tizedről van szó, ez Barasít, vagy 1 Mózes 14, 20-as vers, de nézzük meg a 19-ön is, megáldta őt, ez ugye Melchizedek, és mondta, áldott legyen Ábrám a magasságos Elohimtől, ég és föld teremtőjétől. Áldott a magasságos Elohim, aki kezedbe adta ellenségeidet, és tizedet ad neki mindenből. Szóval nem tudom, hogy hogy lehet az, hogy a lévitákról van szó, mikor még nem is létezett Jakób, de még Jicák vagy Izsák sem. Láthatjuk azt, hogy a tizednek igazából nem a lévitákhoz fűződik az eredete, hanem már Ábrahám is tizedet adott Melchizedeknek. De még azt hozzátenném, hogy én nem mondom, hogy bárkinek is tizedet kéne fizetni bárkinek, én csak próbálok válaszolni azokra a filozófiákra, amik felmerülnek ebben a videóban, amit ők itt összehoztak. Itt van a tized következő előfordulása, ez egyébként maga a szó, ez ma a share, úgy mint tized, vagy tizedet megad, tizedet fizet. Ez Jakób, és így szól, fogadástőn Jakób mondá, ha Elohim velem lesz, megőriz engem ezen az úton, amelyen most járok, és ha ételű kenyeres öltözetű ruhát ad nekem, és békességgel térek vissza az én atyámnak házához, akkor Jahua lesz az én hatalmasságom. És ez a kő, amelyet oszlopul állítottam fel, Elohim háza lesz, és valamit adsz nekem, annak tizedét neked adom. Láthatjuk azt, hogy a tizedet nem a lévitáknak adták, a tized az Jahua része. Egyébként ez megmaradt mindvégig, szóval a tized sohasem volt a lévitáké, ez mindig is Jahuáé volt. Ő csak ezt átadta a lévitáknak az ő szolgálatukért cserébe. Ami csodálatosan leír egyébként Vaikra, vagy 3 Mózes 27-29-ben, ami így szól. A földnek minden tizede, ma asher, a föld vetéséből, a fa gyümölcséből Jahuáé. Szentség az Jahuának. Szóval akkor ki a tized? Jahuáé! És ez egy kadesh, vagy el van választva Jahuának. És ha valaki meg akar valamit váltani az ő tizedéből, adja hozzá annak egy ötöd részét, és minden tizede a baromnak, a junak, mindabból, ami a vesző alatt átmegy, a tizedik az Jahuának legyen szentelve. Akkor még egyszer nézzük meg, hogy kié a tized? Így van. Jahuáé. De nézzük, hogy hogyan rendelkezik Jahuá ezzel a tizeddel, ami az ővé. Ez Bamibár 18, és a 20-as verstől így szól, mondta pedig Jahuá Acharonnak, az ő földjükből örökséged nem lesz a lévitáknak, sem osztályrészed nem lesz neked ő közöttük, én vagyok a te osztályrészed, és a te örökséged Izrael fiai között. Miért? Azért, ami második Mózes 32-es fejezetben történt az aranyborjú körül, amikor is Lévi fiai Mose és Jahua mellé álltak, és megölték testvéreiket és családtagjaikat az ott elkövetett bűnök miatt. Ez lett a szövetség Jahua és Lévi fiai között, hiszen addig az elsőszülött lett volna az ő szolgája, de ezután Lévi fiait választotta, és a léviták így lettek a papok Izraelen belül. De íme Lévi fiainak adtam örökségül, minden tizedet Izraelben, szóval Jahua az, aki továbbadja Lévi fiainak, az ő szolgálatukért való osztályrészhez, amellyel teljesítik ők a gyülekezet sátorának szolgálatát. Probléma az, hogy nagyon sokan még mindig nem értik, hogy a tized az Jahuáé, és ő rendelkezett azzal így, de a tized nem a lévitáké, ez egy szövetség Jahua és Lévi fiai között. Azért, hogy ne járuljanak ezután Izrael fiai gyülekezetnek sátorához, hogy ne vétkezzenek, és meg ne halljanak. Ez a vétek, ez nsá. És
A léviták teljesítsék a gyülekezet sátorának szolgálatát, és ők viseljék a bűnüket. Örökké való rendtartás legyen a ti nemzetségeiteknél, hogy Izrael fiai között ne bírjanak örökséget. Mivel, hogy Izrael fiainak tizedét, má a ser, amit felemelt áldozatul visznek Jahuának, adtam a lévitáknak örökségül, azért végeztem ő felőlük, hogy Izrael fiai között ne bírjanak örökséget. Úgyhogy ennyit a tizedről, akinek ez nem elég, az megnézheti a tizedről szóló videót, a múltkor már megmutattam, egyszerűen megtalálja, és akkor tájékozódhat, hogy mi is a helyzet valójában, nem hogy mi az én elgondolásom, vagy filozófiám, vagy mi az övéké, hanem hogy mi a valóság, mi az, amiről a könyv ír. Végezetül még annyit elmondanék sokadjára, hogy mi nem szedünk tizedet, sose szedtünk, és nem is fogunk. Szóval nem tudom, hogy ők miért beszélnek erről annyit, mikor ez egy valótlanság vagy hazugság, amiről ők nem tudnak, és így ez sajnos egy hamis tanúbizonyság. Egyébként azt nem értem, hogy én miért nem vagyok része ennek a beszélgetésnek, hiszen ha már arról van szó, hogy én mit csinálok. Nyilván mindenki erre azt válaszolná, hogy hát persze az én videóimnak se részei ők, de ez nem az én hibám. Az egyik korábbi remek művük, ez az ördöngösök által félre magyarázott bibliai szimbólumok első rész. Után egy kommentben én meghívtam őket. Üdvözlet! Ahogy javasoltam korábbi levelemben, ugyanis én már írtam nekik sokkal-sokkal korábban, bármikor örömmel látok benneteket egy beszélgetésre, ahol az írásokból bizonyíthatjátok az itt elhangzott állításaitokat, és akkor egyszerűen kiderülhet mindenki számára, hogy mi az igazság, minden jód. Ez volt 4 hónappal ezelőtt, ugye ez márciusban történt, 2018-ban az ő videójuk, nagyjából akkor tájt. Szóval én már akkor is meghívtam őket, hogy magyarázzák el az írásokból, és ne a filozófiájukból, hogy mi az, amiről beszélnek, de ezzel nem éltek mind a mai napig. Ezután néhány nappal a Törvénytelen Élet című videóban ismét csak felajánlottam nekik ezt, meg is mutatom. És akkor mindenki hallhatja azt a saját fülével. Én egyébként mentségemre legyen szólva, többször írtam nekik, hogy hajlandó vagyok velük megbeszélni ezeket a dolgokat, rögzítetjük a beszélgetést, mindenki elmondja az érveit az írások alapján bizonyos témákról, és akkor az emberek láthatják, hogy mi az, amit az írások mondanak, mint ahogy most is fogjátok, és ahogy minden egyes videóban eddig láttátok itt. Szóval ez a nagy helyzet. Ez az oka annak, hogy kénytelenek vagyunk beérni az én monológiaimmal sajnos. Amiről ő itt beszél, hogy ugye hálájuk jeléül ellátják ezeket az embereket, mi láthattuk, hogy mi az, amit az írások mondanak erről. Hiszen mi az írásokat vesszük alapul, nem pedig a filozófiát. Itt most arról van szó, hogy valami tárházba gyűjtötték be ezeket a dolgokat, amiket áldoztak az emberek. Hát nem tudom, hogy hogy gondolja, hogy az állatáldozatokat begyűjtötték egy tárházba, hogy volt-e akkor nekik hűtőház, vagy valami ilyesmi, hogy esetleg ott felakaszgatták az állatokat. Ez a több tízezer lévita, aki ott élt közöttük, az felette ezt a dolgot minden nap. Ez volt a lényege az egésznek, hogy az áldozatot bemutatják, aztán azok megeszik. Nem tárolgatják ott, nem felhalmoztak dolgokat. Azok az emberek megették. Hogyha valakit érdekel, olvassa el vagy Ikra, vagy 3 Mózes könyvét, és akkor látja, hogy ahogyan áldozták föl, utána ették meg a léviták ezeket a dolgokat, amiket feláldoztak. Meg volt szabva, hogy ki eheti meg, mikor eheti meg, miért eheti meg. Férfi, nő, gyerek, tiszta, nem tiszta, stb. Hogy tárolták volna már tárházban 3000 évvel ezelőtt az állatáldozatokat? Milyen gondolkodásmód ez? Én soha nem mondtam, hogy Isten káromlás az, hogyha valaki nem fizet tizedet. Úgyhogy ez egy hazugság megint, amit itt mondanak. És ez már a sokadik. Szóval olyan videót nem tud mutatni senki, ahol én azt mondom, hogy tizedet kell fizetni. Így ez egy újabb hamis tanúbizonyság, illetve egy hazugság. És hogyha ez az a szellemiség, amiben nekünk működnünk kellene, akkor a világ nagy része helyes úton jár, hiszen reggeltől estig ilyen vagy olyan formában elferdítik ők is az igazságot, ugyanúgy, ahogy ezek az emberek itt. Utána egy visszatérő motívum merül fel, ami az, hogy mivel én nem voltam tagja a kereszténységnek, ami így van, halleluja, ezért én nem tudhatom, hogy mi az, ami folyik ott. Most a filozófiával szemben mindenki eldönti, hogy vajon az, amiről beszélek a videóban a kereszténységgel kapcsolatban, az
illik-e a kereszténységre, vagy sem, és ez lesz majd a bizonyítéka annak, hogy én tudhatom-e, vagy sem. Valakinek nem kell részt vennie valamiben, hogy azt megértse, különösen nem egy olyan dologról, ami elméleti tudást igényel. Az, hogy mi az, amit a keresztények gondolnak, hogyan élnek, hogyan viselkednek, azt meg lehet tanulni, hiszen valakinek nem kell abban benne lenni elég, hogyha csak utána olvas, vagy megnézi a videókat, és látja, hogy hogyan élnek. A kereszténység az nem más, mint egy teológia, egy elméleti tudomány, aminek ők is a részesei, úgy, mint Trivial Hidden Reality, vagy ezotéria. Hiszen pontosan úgy élnek, mint a kereszténység, egy tora nélküli törvénytelen életet hirdetnek. Jahuának hála számomra mindig nyilvánvaló volt, hogy a kereszténység az nem más, mint képmutatás. Református, protestáns, pentekosztál, teljesen mindegy. Hit gyülekezete, vagy amikről ő beszél, messiás hívő zsidók, meg ezek a dolgok. Jahua valahogy mindig megóvott attól, hogy ezeknek a dolgoknak bedője. Nyilvánvalóan hazugság volt, hiszen nem úgy éltek. Úgyhogy én sajnálom, hogy ez számomra nyilvánvaló volt, és én nem hittem el, hogy ezek az emberek valamiféle istenek, mint akikről ő beszél, mint Benny Hinn, meg a többi bohóc, akire ő azt mondja, hogy ő találkozott vele. Valahogy ez számomra mindig is világos volt, hogy az hazugság, úgyhogy ezért nem vettem részt benne. Sajnálom, hogy ez így volt, de hát ez van. De hát mit is csinálok, már megint filozofálok, hiszen átterjed rám is az ő módszerük. Nézzük meg, hogy mit mond Arcanum.hu a teológiával kapcsolatban. Valamely egyház tanításaival, szervezetével, történetével, gyakorlati tevékenységével, valamint a Biblia magyarázatával foglalkozó tudnivalók együtt hit tudomány. Ez a teológia. Tehát ezt meg lehet tanulni. Ehhez nem kell az embernek részt venni ebben, hiszen meg tudja tanulni, hogy mik azok az alapvető tézisek, tanítások, dogmák, amik a kereszténységben, illetve annak különböző változataiban érvényesülnek, és onnantól kezdve az ember tudja. Már hogyha Ruach HaKodesh vezeti és ad értelmet neki. Ha már a teológiánál tartunk, akkor nézzük meg, hogy vajon mennyi időre van szüksége egy embernek ahhoz, hogy teológiából elvégezzen egy felsőoktatási intézményt. A szakképzés felsőoktatásban 120 kredit. Képzési idő fél évben 4 darab fél év, azaz 2 év. De legyen doktori képzés. Itt arról beszélnek, hogy egy kredit 30 munkaórát jelent, tanulmányi munkaórát természetesen. Ez 7200 tanulmányi munkaóra, hogyha valaki doktor szeretne lenni teológiából. De egyébként megjegyzik azt, hogy az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a hallgató a képzési időnél rövidebb, illetve hosszabb idő alatt is meg tudja szerezni. Szóval maximum 7200 órával valaki doktor lehet teológiából. A probléma persze csak az ezzel, hogy akkor olyan lesz, mint ők, hogy nem lesz képes kiverni a fejéből a korábban megtanult helytelen és téves tanításokat. Szerencsére úgy tűnik, hogy nekem ez sikerült elsajátítani rövidebb idő alatt. Ugyanazzal a módszerrel, ahogyan ők csinálják azt. Kutatás, olvasás és egyéb oktató segédanyagok segítségével. Mivel ez egy elméleti tudomány, ezért megtanulható. De hagyd mutassak valamit, mert biztos mindenki kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy miért is mutattam meg ezt a gerelyhajítót. Ha már ott tartunk, hogy kinek milyen tapasztalata van, és ki mihez ért, akkor egy dolog biztosan igaz abból, amit mondanak, az pedig az, hogy én egy tanár vagyok. Ráadásul testnevelő tanár és orosz. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy mind a tanítás, mind pedig a nyelv az az én szakterületem. Ha már ott tartunk, hogy ki mihez ért, és miben van tapasztalata, és annak ellenére mit csinál, akkor a kérdést fel kellene tenni saját maguknak, hogy ők milyen alapon tanítják az embereket, hogyha nem értenek hozzá. Már persze, hogyha nem tanárok. Hogyha tanárok, akkor ezt visszavonom. De ha nem, akkor hogyan taníthatnak embereket úgy, hogy sem tapasztalatuk, sem tudásuk nincsen hozzá? Azt akartam egyébként ezzel kapcsolatban megmutatni, hogy a teológiával ellentétben a gyakorlati dolgokat nem lehet elméletben megtanulni. Gerelyhajítást nem lehet megtanulni elméletben. Ehhez
valakinek ezt csinálnia kell. De a teológia az nem egy gyakorlati tudományág, így azt egyszerűen valaki meg tudja tanulni otthon ülve, videókat nézve, cikkeket olvasgatva. Ugyanezt nem mondható el a gerelyhajításról, az atlétikáról, a futballról, és az összes többi gyakorlati képességről, illetve tudományról. Befejezvén ezt a gondolatmenetet, meg akartam mutatni, hogy mennyi idő alatt képes valaki elsajátítani az autóvezetést olyan szinten, hogy kikerüljön a forgalomba. B-kategóriás jogosítványhoz, ami személyautó, 10 órát kell a rutinpályán eltölteni, és 20-at a forgalomban, összesen azaz 30 óra elteltével valaki már megszerezhet egy jogosítványt. És ezzel engedélye van arra, hogy a forgalomban vezessen. Akkor a kérdés az, hogy miért nem 7200 órát kell vezetni valakinek, ami egy doktori diploma, mielőtt kikerül a forgalomba, és vajon mennyit kell az embernek a kereszténységet kutatni, hogy az ő véleménye elfogadható legyen. Ezt a kis varga betűt csak azért tettem bele, hogy mindenki értse a képmutatásnak a fogalmát, annak gyakorlati megjelenését, és el tudja dönteni saját magának, hogy ki az, akinek hisz, és ki az, akiben megbízik. Ráadásul azt mondja itt, hogy ő nem büszke arra, hogy ő kezet fogott mindenféle keresztény vezetőkkel, külföldi és magyar, és hagyta magát megtéveszteni ezek által, az egyértelmű csalók által, és éveket töltötte ezekben a gyülekezetekben. Hát ha nem büszke rá, akkor miért kellene nekem éveket eltöltenem ott, ugyanúgy megtévesztve, ahogyan ő? Valahogy Abba Yahuwah egyszerűen csak úgy gondolta, hogy én mentesülök ez alól a tortúra alól, és más úton fogom megérteni ezt az egészet. Lehet egyébként, sőt azt kell mondanom, hogy biztos, hogy így egyszerűbb megérteni az igazságot. Ezt nem tudom, hogy nekik hogy nem esik le, de biztos vagyok benne, hogy a legtöbb ember meg fogja érteni. Ha valaki tiszta lappal indul, akkor sokkal egyszerűbb egy új dolgot megtanítani neki, és zárójelbe hozzáteszem, mint tanár úr, hogy ezt én pontosan tudom, nem csak azért, mert megtanultam, hanem azért is, mert éveken keresztül tanítottam. Szóval sokkal könnyebb egy új dolgot megtanítani valakinek, mint kijavítani vagy korrigálni a hibákat. Ezt a gyakorlatban mindenki tapasztalhatja a saját életében számtalan példán keresztül. Az egyik a kereszténység, hiszen azok az emberek, akik végigjárták az összes gyülekezetet, szerintem sokkal nehezebbnek találják elfogadni ezt az utat a sok téves elmélet miatt, ami az elméjükben kavarog. Mellesleg szerintem Yahusha HaMashiach ugyanezt mondja nekünk is, mikor azt mondja, hogy ekkor kis gyermekeket hozzának hozzá, hogy kezeit vesse azokra és imádkozzék, a tanítványok pedig dorgálják vala azokat, akik a gyermekeket hozták. Yahusha pedig mondta: hagyjatok békét a kis gyermekeknek, és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa, és kezeit rájuk vetvén eltávozik onnét. Azért, mert egy gyermeknek sokkal egyszerűbb megtanulni egy új dolgot, hiszen nincs az a rengeteg téves elképzelés a fejében. Mindannyiunknak úgy kellene közelíteni ehhez az egészhez, hogy elfelejtjük azt, amit tanultunk, és alázattal és engedelmesen próbáljuk járni ezt az utat, és befogadni azt az információt, amelyet Abba Yahuwah az utunkba küld. Ugye, amikor azt mondja, hogy ez egy szégyen, hogy hagyta magát becsapni ezek által az emberek által, akkor én nem is tudnék jobban ezzel egyetérteni, hogy ez egy szégyen. Természetes, hogy én hálát adok Abba Yahuwahnak azért, hogy engem megkímélt ettől, hiszen az övé a dicsőség, és nyilván a bölcsesség, a tudás és az értelem tőle jött, hogy ezt én átláttam a kezdetektől fogva, hogy ezek az emberek nem mások, mint bohócok, és hazudnak, és tudatlanok az írásokkal kapcsolatban, és félrevezetik az embereket szándékosan, vagy pedig tudatlanságukban, de így vagy úgy hazudnak. Úgyhogy mi a garancia arra, hogy az, amit ő most mond ezzel kapcsolatban, az nem pont ugyanolyan téves út, mint amit egész életében folytatott. Mi a garancia arra, hogy most egyszer csak megértette, és elkezdi tanítani az embereket mindenféle képzettség nélkül a helyes útra? Annyit zárójelben megjegyzek, hogy nem tudom, hogy milyen képzettsége van, úgyhogy erről nem tudok nyilatkozni, de ez majd ki fog derülni, biztos vagyok benne.
Oké, itt már arról van szó, hogy gondolom, hogy el tudom képzelni, hogy valamelyik hozzátartozója nagy vallásos ember volt, úgy, mint az enyém, és elvittek templomba néha, és bla bla bla. Én nem is tudom, hogy ez honnan jön ez az elképzelés. Vagy egy olyan ember, aki azt állítja, hogy ő az igazság útját járja, hogyan is bonyolódhat bele egy olyan filozófiába, mint ez, amikor valaki másnak az életéről elkezd beszélni úgy, hogy nem is tudja? Akkor vajon ez az a szellemiség, amit nekünk követnünk kellene, és így kellene élnünk? Kitalálni mindenféle dolgokat valakiről, és aztán azokat híresztelni, és azokat átadni másoknak? Nem vagyok benne biztos. De hagyd mutassak valamit, ez arcanum.hu pletyka címszó. Szóval a szótár szerint a pletyka fogalma ez. Valamely személyes vagy magán ügyet, illetve koholt, elferdített dolgot, ügyet, bizalmasan vagy alattomban tárgyaló, kiteregető, indiszkrét, felelőtlen, vagy rossz akaratú hír vagy híresztelés, amely valakit erkölcsi vagy társadalmi tekintetben rendszerint gyanúba vagy rossz hírbe hoz, szóbeszéd vagy mendemonda. De mivel mindannyian az írásokat követjük, még ők is, ezért nézzük meg, hogy Salomó Misli 26-os fejezetben mit ír erről. Ha a fa elfogy, 20-as vers, kialuszik a tűz. Ha nincs susárló, megszűnik a háborgás. A susárló egyébként az, aki rágalmazza a másikat. Ez ugye a Szent Imre verzió, a Káldi pedig azt mondja, hogy besúgó. De egyébként simán az, aki a pletykát terjeszti. De nézzük, hogy hogyan folytatja. Mint az eleven szénre a holt szén, és a fa a tűzre a háborúság szerző ember a patvarkodásnak felgyújtására. A fondorlónak beszédei hízelkedők, ez az intrikus, a rágalmazó, a rosszmájú, a gonosz nyelvű ember. A mormogó, a susmorgó, a sutyorgó, vagy a pletyka terjesztője. Beszédei hízelkedők, és azok áthatják a szív belsejét. Hiszen az embert megtéveszti, a többi embert megtéveszti azzal a hazugsággal, amit terjeszt a másikról. A meg nem tisztított ezüst, melyel valami agyag edénybe borítottak, a gyullasztó ajkak a gonosz szív mellett. Az ő beszédeivel másnak tetteti magát a gyűlölő, holott az ő szívében gondol álnokságot. Mikor kedvesen szól, ne bízzál ő hozzá, mert hét iszonyatosság van a szívében. De egyébként úgy fejezi be, hogy a hazug nyelv, amit ők csinálnak, ugye valami olyasmit mondani és terjeszteni, ami nem igaz, vagy amiről nem tudjuk, hogy igaz, ez a hazug nyelv, csalás, megtévesztés, félrevezetés, kétszínűség, hazugság, valótlanság, hamisság. A hazug nyelv gyűlöli az általa megrontott embert, a hízelkedő száj pedig romlást szerez. Mellesleg a kétszínűség ismét csak előkerül, ugye az, amit maguknak megengednek, másoknak azonban nem. Szóval egyik helyen azt mondja, hogy teljesen bizonyos ebben, hogy ez így volt. Hogy elvittek engem ugye misékre, mert valaki nagy vallásos volt, utána pedig azt mondja, hogy semmiféle tapasztalatom nincsen a kereszténységgel kapcsolatban. Most akkor teljesen bizonyos, úgy értem, hogy tudja ezek szerint, mert akkor ez egy hazugság, és elvittek, tehát van tapasztalatom, vagy akkor nincs tapasztalatom, mivel sose voltam ott, de a kettő együtt nem lehet igaz. Ez a probléma a hazugsággal. Aki nem hazudik, annak nem kell figyelnie azt, hogy mit mondott. Aki hazudik, azt pedig így is, úgy is, előbb-utóbb az emberek ki fogják fürkészni. Ehhez nem kellett több, mint mondjuk 4 perc, de ez egy speciális eset, hiszen ők nem csak az írás tekintetében tudatlanok. Sőt, most már arról van szó, hogy a nagymamám elmondta, hogy a katolikus egyházban mi a helyzet. Nagyanyámék reformátusok voltak, és ők rendszeresen jártak misére, de soha egy szót sem beszéltünk erről, ha valakit érdekel a valóság, és nem csak a hazugság vagy a filozófia. Ugye aztán elmond egy történetet, amire azt mondja, hogy vicces, de hát én ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa meg, akinek vicces, hát ugye a humor az különböző formákban jelenik meg. A lényeg azonban az, hogy arról beszél, hogy a közoktatás számára mindig is nyilvánvaló volt, hogy az ellenkezik Jahua útjával, illetve azzal, amit a hit megkíván. És ezt ő mindig is tudta. Na most akkor egy olyan ember, aki mindig is tudja ezt, azután végigjárja évtizedek alatt az összes keresztény dolgot, és azután rájön, hogy megvezették évtizedeken át ezek a különböző
emberek a hazugságaikkal, meg a hamis, téves tanításaikkal. Szóval valójában akkor mit is tudott ő, ha az oktatás sem ment, meg ez sem ment igazából. Ráadásul ezek után oda jutunk, hogy ő szakértő, hiszen ő végigjárta ezeket a hazugságokat, és bevette az egyiket a másik után probléma nélkül. Kezet fogdosott ezekkel az összes emberrel, akiről egy 5 éves meg tudja mondani, hogy hazudik. Bedőlt ezeknek, ez az út szakértővé tette őt, és mivel az, aki ezt nem járja végig, az nem nyilatkozhat, hiszen az nem lett szakértő. Ó, mellesleg, utána arról van szó, ami szintén egy hazugság, ráadásul ez egy egy az egybe hazugság, hogy én soha nem fogom beismerni, hogy semmilyen tapasztalatom nem volt. Szerintem mindenki, aki engem ismer, az tudja, hogy én ezzel kezdtem. Sőt, a videókban is elmondtam többször, hogy nekem semmiféle tapasztalatom nem volt. Számomra mindig is nyilvánvaló volt, hogy a kereszténység is, annak minden ágazata az egy hazugság. Hálát adok Jahuának ezért, és Ruach HaKodes vezetésének, de ez egyszerűen csak így volt. Szóval én valóban nem lettem olyan szakember, aki ugye végigjárta mindezt a hazugságot, és bevette ezeket a megtévesztéseket. Úgyhogy ha ez szükséges ahhoz, hogy valaki szakember legyen, akkor beismerem, de hát én ezt már beismertem nagyon sokszor korábban, úgyhogy itt az egyik hazugság szorosan követi a másikat az ő részükről. Jaj, utána pedig az ezotéria üzemeltetője megjegyzi, hogy neki sincs semmilyen tapasztalata ezekben, hiszen ő sem járt gyülekezetekbe. Hát akkor hogy lehet az, hogy az az ő tanítása nem probléma? Hiszen neki sincs tapasztalata, ő sem szakember, ő sem tud semmit, az nem probléma, ők nagyszerűen elcseverésznek, de ha másnak nincs tapasztalata, az akkor már nem érthet semmit, és annak az embernek nem lehet hinni. Ez egy iskola példája annak, amiről Lukász vagy Lukács a 6. fejezetben ír, illetve hát Jehusá Hamásiák állítja ezt, ugye. Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának, atyám fia, hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott a te szemedben levő gerendát nem látod. Te képmutató, vesd ki először a gerendát a te szemedből, és azután gondolj arra, hogy kivesd a szálkát, amely a te atyád fia szemében van. Hipokritész, képmutató, színlelő, szerepjátszó, színészkedő, aki megengedi magának, hogy a gerenda az ő szemében legyen, de másról ugyanazért ítéletet mond. Ez az egyik dolog, a másik persze az, hogy ugye tapasztalat hiány, mikor nekik sincs tapasztalatuk bizonyos dolgokban, amiket mégis csinálnak. Szóval az nem probléma, hogy a hölgynek nincsen semmilyen tapasztalata, az rendben van, és ezen csak úgy egyszerűen átlépünk ezen az apróságon. De persze ő érti, hogy mire gondol. Én meg nem. Ezekről a dolgokról az ember gyakorlati tapasztalat nélkül egyszerűen tud beszélni, hiszen látja a videókat, elolvassa a beszámolókat, beszél az emberekkel, és ennyi, ehhez nem kell gyakorlati tudás, hiszen ez egy másfajta tudományág. Vannak gyakorlati, és vannak elméleti tudományok. Ez az elméleti kategóriába tartozik, amihez nem kell gyakorlati tapasztalat. Persze, hogyha megfelelő értelme van valakinek, akkor az segít, de hát látjuk, hogy azért a mellékelt ábra mutatja, hogy nem mindenkinek segít. Hát hogy ne tudnám, hogy a kereszténység miért rossz? Hát ismerem azt az utat, ami jó, onnantól kezdve minden, ami nem jó, az rossz. Az embernek nem kell ismernie ezeket a dolgokat ahhoz, hogy tudja, hogy mi az igazság, hiszen Jehukanon, vagy János a 16-os fejezetben így ír. De mikor eljő amaz igazságnak ruákja, elvezérel majd titeket minden igazságra, mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti nektek. Ez a lényege annak, hogy Ruach HaKodes megmutatja az embernek az utat. Szóval valakinek nem kell végigjárni az összes ilyen tévutat, tévelyegni egész életében, bedőlni mindenféle csalónak, ahhoz, hogy tudja, hogy mi az igazság, hiszen Ruach HaKodes meg fogja azt jelenteni az ember. Sőt, az előző fejezetben azt mondja, hogy mikor pedig eljön majd a vigasztaló, ez ugye Parakletos, vagy Ruach HaKodes, akit én küldök nektek az atyától, az igazságnak ruachja, aki az atyától származik, az tesz majd én rólam bizonyságot, de ti is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva én velem vagytok, hiszen úgy éltek,
Tudni fogjátok az igazságot, hiszen Ruach HaKodesh megmutatja azt. Így evidens, hogy az, ami a kereszténységben történik, az hazugság, mert nem egyeztethető össze azzal, ami az igazság. Nem kell, hogy végigjárjam az összes tudományt, meg az összes hitet ahhoz, hogy véleményt formáljak róla. Nem tudom, hogy ők voltak-e buddhisták, vagy hinduk, vagy zsidók, vagy muszlimok, amikről beszélnek a különböző videókban, hogy az így vagy úgy hazugság. Ezen a ponton köszönetet szeretnék mondani az Ezotéria csatorna működtetőjének, hiszen ő azt mondja, hogy ettől függetlenül még lehetne fogalma róla. Úgyhogy végül is akkor ebben egyetértünk. Most az egy kérdés, hogy szerinte vagy szerintem mit jelent az pontosan, hogy van fogalma vagy nem, vagy mi az igazság, de legalább ő látja a helyzetet tisztán, hogy valakinek nem kell benne lenni, hiszen ő maga sem volt, úgyhogy nem mondhatja azt, hogy igen, 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 hiszen ő sem volt benne. Úgyhogy köszönet ezért. Ugye arról beszél, hogy valami motivációja lehetne már, mint nekem, hogy miért tanítom az igazságot. Hát nyilván van, nem? Különben nem csinálnám. Minden cselekedetnek van egy motiváció a hátterében. Ez a lényege a motivációnak és a cselekedetnek. Ugye így függ össze a kettő. Szóval van. Most az, hogy ez megegyezik-e azzal, ami nekik, vagy pedig ez az igazság, vagy az, azon lehet vitatkozni. De nagyon sok dolog elhangzik, amin szerintem érdemes lett volna nekik elgondolkodni az előtt, mielőtt kijött a szájukon, de egyébként ezt mindannyian, és ez a tanulsága ennek az egésznek, ez ezért született mind a két videó, hogy megértse mindenki, természetesen engem is beleért, vagy ami kijön a szánkon, annak jelentősége van. És nem tudom megérteni, hogy ez hogy nem fér az emberek fejébe, hogy miért nem így élünk, hogy ami elhagyja a szánkat, annak jelentősége van, és ez egy rejtély. De valahogy ez egy nagyszerű példa ez a videó erre. Oké, mondom, a hölgy nagyszerűen látja a dolgokat, és tulajdonképpen itt néhány másodpercben le is vezette, hogy mi a helyzet. Az, hogy nem értünk egyet, az nem jelenti azt, hogy nekik van igaz, vagy nekem. Ami eldönti ezt, az Yahuwah Elohim szava, ami le van írva. Annak van igaza, aki azzal összeegyeztethetően beszél. Aztán most már arról van szó, hogy ő nem látott elég videót, szóval így nem tudja ezt vagy azt. Shlomo a példabeszédekben, 22-es fejezetben így ír, láttál-e beszédeiben hirtelenkedő ember? A bolond felől több reménység van, hogy nem a felől. Ez a bolond egyébként az ostoba, az érzéketlen tapló, az otromba, az önhitt ember. Hogy lehet az, hogy ez mégis benne van az írásban, akkor ha nem mondhatjuk azt, hogy bolond? Vagy ostoba? Vagy tudatlan? Sőt, mutatok jobban. Ez 18-as példabeszédek 13. Aki felel valamit, azaz beszél valamiről, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos ránézve. Ostobaság vagy butaság. Mielőtt utána nem jár az ember, és azt mondja, hogy nem tudom, de azért beszél róla, ez bolondság vagy ostobaság és gyalázatos, egy szégyen. Sértés, megszégyenülés, beszélni valamiről, amit az ember nem tud. És ez nem is az én elméletem, hanem ez az, ami le van írva a tanákban. Szóval az ostoba, a tudatlan, a buta, a bolond, ezek a kifejezések mind-mind jelentenek valamit, és mikor az ember megfelelő helyen használja, akkor ki tudja fejezni azt, amire gondol. Azt hiszem, hogy ők bizonyították, hogy ez rájuk illik. Sőt, már most arról van szó, hogy ugye ő nem látott elég videót, de azért elmagyarázza, hogy mi a helyzet, hogy mi az ő elmélete ezzel kapcsolatban, hogy mit érez azzal kapcsolatban, amiről én beszélek. Haragra késedelmes, bővelkedik értelemmel, aki pedig elméjében hirtelenkedő bolondságot szerez az. Nem is tudom, hogy ők mit gondolnak, mikor egy-egy ilyen műsort összeállítanak, hogy az vajon egy korrekt, elfogadható eljárás, hogy valakiről ennyi hazugságot és feltételezést terjesztenek, ez az, ahogyan nekünk élnünk kellene, úgy, hogy ráadásul elismerten nem is tudják azt, amiről beszélnek, ez egy érdekes dolog. És tanulságos kell, hogy legyen mindannyiunk számára. Ez a hölgy állandóan arról beszél, hogy ő mit érez, és hogy szerinte mi van, mi az, ami az ő érzése. Nem tudom, hogy vajon ez honnan jön, ez a gondolat, hogy az, amit érzünk, annak van bármiféle létjogosultsága. Miért nem a tényekkel foglalkozunk, azzal, hogy mi az, amit tudunk?
ahelyett, hogy mi az, amit érzünk. Hiszen a kettő nem ugyanaz. Nézzük meg, hogy Arcanum.hu mit mond az érzésről, csak azért, hogy mindenki megértse, hogy mi az, amit szeretnék ezzel kapcsolatban és ebből kihozni. Az érzés egy főnév külső vagy belső inger hatás által keltett érzet vagy benyomás. Az a lelki tartalom vagy állapot, melyet valamely nem tudatos, ösztönös állásfoglalás határoz meg. Érzelem. Harmadik, sejtelem, hit, valaminek a megérzése, benyomás, vagy pedig impresszió. Nézzük ezzel szemben, hogy mi az, ami a tény. A tény ugye a valóság folyamatában lezárt szakaszt alkotó esemény. Jelenség, mozzanat. Olyan, ami a valóságban előfordulhat, vagy megtörtént. De itt van még egy jobb ennél. A valóság az elmélettel, az általánosításokkal ellentétben. Ugorjunk le az ötöshöz, kézzelfogható, magától értetődő, bebizonyított állítás, tétel, igazság. Akkor ők itt miről beszélnek? Hogy érzem, meg gondolom, meg szerintem, meg ez a véleményem, de nem tudom, mert igazából nem láttam annyi videót, de én sem, mert én sem láttam, de azért az ember egész életét levezetik, hogy mi volt, mi történt, a nagymamám, ez az, amaz. Hát akkor ez milyen fajta szellemiség, amiben ők operálnak? A meghökkentő az, hogy itt hangzik el az első idézet, és az az, hogy maguk a zsidók sem tudták, vagy tartották meg a törvényt. Ugye ennyi maga az idézet, amit hallunk, hogy Pálon keresztül ezt jelentette ki Jézus. Azt nem tudom, hogy ez honnan szeri, hogy ez így volt, de mert ugye arról nincs szó, ez csak egy ilyen légből kapott dolog, mint az összes többi általában, hogy itt vagy ott ezt mondja az vagy az néhány szót. Nézzük, hogy mi az, amit Saul mond például Rómaiakhoz második fejezet 25-től. Mert használ, azaz segít a körülmetélkedés. Azaz jó, ha körül vagy metélkedve, akkor, ha megtartod a tarát vagy a törvényt. Különben nincs értelme körülmetélkedni. Különben nincs értelme semmit csinálni, ha a törvényt nem tartod meg. Nincs értelme adakozni az árváknak, átkísérni az öregnéniket, vagy megmenteni a pandamacikat. Ha nem tartod meg a törvényt, akkor te gonosztevő vagy, és nem leszel ott a végén, ahogyan azt Jahusá Hamásiák elmondja Máté 7.21-től 24-ig, mikor azt mondod, hogy Adonai, Adonai, vagy Uram, Uram, azt fogja mondani, hogy nem ismerlek, gonosztevő, mert törvény nélküli vagy. De ha áthágod a törvényt, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lesz. Mikor? Ha megszeged a törvényt. Ha tehát a körülmetéletlen pogány mit csinál? Megtartja a törvény parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdonítatik e neki. Mikor lesz majd a szív körülmetélve? A te körülmetéletlenséged mikor fog majd körülmetélkedésül tulajdonítatni neked? Ha a törvény parancsolatait megtartod. És a természettől fogva körülmetéletlen ember, úgy, mint ahogy a legtöbben mi, fizikálisan nincs körülmetélve, ha a törvényt megtartja, megítél téged. Mikor ítél meg? Ha a törvényt megtartja, aki a betű és körülmetélkedés mellett is, mit csinálsz? A törvényeket megrontod. Akkor mi a probléma? Az, hogy nem tartod meg a törvényt, és ez Saul maga az, aki ezt írja, akit ők állandóan idéznek. Arról beszél, hogy használ, ha megtartod a törvényt, de ha nem, akkor nem használ, a pogány pedig, ha megtartja, akkor az szív körül van metélve, és ha megtartja, akkor ítél meg. Mert te megrontod a törvényt. Akkor miről beszél Saul, ha nem arról, hogy a törvényt meg kell tartani, mint ahogyan ő élt? Hát ez például egy ilyen rész, amikor azt mondja, hogy a zsidók sem tartják meg a törvényt. Ez a probléma, hogy nem tartják meg a törvényt. Ez a probléma mindenkivel, hogy nem tartják meg a törvényt. Én vagyok az, aki ezt mondom. Jahuának hála. Dicsőség. És köszönet. Oké, azt mondja, hogy egy régi letűnt kor törvényrendszere szerint próbálják megközelíteni Elohimet, a zsidók, és ezért ők átkozottak. Nem ezért voltak átkozottak, elmondta, hogy miért. Azért, mert nem tartják meg a törvényt, hanem a saját törvényeiket tartják meg. Mosd meg ezt, mosd meg azt, mosd meg a kezed, így öltözöl, úgy öltözöl, stb. Ez volt a probléma.
És nem tudom, hogy ezek az emberek nem értik, vagy nem akarják megérteni. Pontosan erről ír Rómaiakhoz 10. fejezetben. Atyám fiai. Az atyám fiai az ugye az izraelitáknak szól, ők voltak az ő atya fiai, akik fizikálisan az ő testvérei. Szívem szerint kívánom és Elohimtől könyörgöm Izrael üdvösségét. Még ő itt mindig Izraelért könyörög. Szóval kiről van szó? Izraelről. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy Elohim iránt való buzgóság van bennük, azaz szeretnék szolgálni, de nem tudás szerint. Ugye itt megismerés van, de egyébként ismeret, vagy megértés, vagy tudás az, amiről beszél. Mindenki számára itt van gnosis, vagy daat, úgy, mint tudás. Amiről beszél az a szó, az tudás. Szóval buzgóság van bennük, de nem ismert vagy tudás szerint. Minek a tudása? A Tora tudása szerint. Mi más szerint? Mert Elohim igazságát, emuná, ugye a Héberben igazság, dikhája szüné, az ő törvénye, az ő szava az igazság, János 17.17. Nem ismervén, azaz nem tudják, úgy, mint ahogy ők sem, akik itt beszélnek a videóban, és az ő tulajdon saját igazságukat igyekezvén érvényesíteni. Az, hogy ezt lehet, azt lehet, mindent lehet, ezt eltörölte, azt letörölte, ezt betöltötte, az nem számít, ez átok, ez rabság, ez már nem kell. A saját igazságát próbálja érvényesíteni, az Elohim igazságának pedig nem engedelmeskedik. Mert a törvény telosz, célja Jahusach Másiák minden hívő igazságára. Telosz úgy, mint megvalósulása, beteljesedése, célja, a kimenetele. Ez a lényeg, hogy így éljünk. Jahusach Másiák az a végcél, ahova el kellene jutnunk. Ha úgy élünk, a törvény oda vezet el minket, hogy úgy élünk, ahogy ő, hogy nem szegjük meg a törvényt. Természetes az, hogy nem tudunk tökéletesen élni. Ezért van Ruach HaKodesh, ezért van kegyelem, ezért van Jahusach Másiák áldozata. De úgy kell, hogy éljünk, arra kell törekednünk ahhoz, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem azt mondja, hogy a törvény vége, hogy mostantól kezdve úgy élünk, mint a vadak. Azt mondja, hogy a törvénynek a célja ez lett volna. A cél, a kimenetele, a megvalósulása a törvénynek az ez az ember. Úgy élsz, akkor leszel majd olyan, mint Elohim. És hát ez az egész fejezet gyönyörű egyébként, levezeti ezt az egészet újra és újra és újra, ahogyan a Saul mindig teszi. Idéz ráadásul 5 Mózes 30-as fejezetből, 10-es verstől ez az idézet, szinte szó szerint, de ő elmagyarázza, hogy mi az, amiről beszél. De mutatok valamit itt, a végén. Ugye azt mondják, hogy nem kell tudni a nevet. Mindenki, aki segítségül hívja Jahua nevét, az megtartatik. Aki nem tudja a nevet, az nem tudja segítségül hívni. Az Úr, az Atyám, a mi atyánk, a jó atyánk, a nagyatyánk, a Teremtő, az örökkévaló, bla bla bla, ezek nem nevek. Ez egy idézet egyébként Joel, 2. fejezet, 32. vers. Szóval az Úr helyett Jahua áll a tetragrammaton. Ha valaki nem tudja a nevet, nem tudja segítségül hívni, így nem fog megtartatni. Egyébként szodzó, mint megmenekül, üdvözül, vagy meggyógyul, vagy megőrződik. Érthető? Nem üdvözülsz, ha nem hívod segítségül Jahua nevét. Ha nem tudod a nevet, ha azt magyarázod az embereknek, hogy mindegy, akkor nem fogsz üdvözülni. Ez az, amit mond az írás. Ráadásul ez Saul, szóval ha semmi más nem olvas valaki, akkor el kell fogadnia, hogy ez így van. Arról beszél itt, hogy Ádámnak elmondta az egyik Elohim angyal, hogy milyen kapcsolatot tud ápolni Elohimmel vagy Istennel, hiszen Istennel Ádámnak nem volt közvetlen kapcsolata. És hogy elmondta Ádámnak, hogy egy megváltóra emlékeztető állatot kell majd feláldoznia. Azt nem tudom, hogy erre hol van a bizonyíték. Szóval ez hol van leírva, hogy egy angyal Ádámnak elmondja, hogy mit kell feláldozni. Most ugye már Ábel és Káin történetéről van szó, ez egy újabb filozófia egyébként tőlük. Sőt, most itt már arról van szó, hogy a bűnnek az a következménye, hogy olyan embernek vagy élőlénynek az élete múlik el, akinek nem volt köze a bűnhöz. Nem tudom, hogy ezek a dolgok honnan érkeznek, hogy ezekre mi a bizonyíték. Ha én bűnt követek el, akkor azért én fogok felelni a végén, vagy elvállalom Jahusach Másiák áldozatát. De embert soha nem áldoztak ezért, szóval ember nem feltétlenül hal meg. Állat esetleg, de hogy Ádámnak... Honnan tudjuk, hogy Ádámnak ezt egy angyal elmagyarázta, és hogy a kertben angyalok voltak, és nem Jahua, ezt nem értem, hogy ez honnan jön, különösen úgy nem, hogy Bereshit
Hármas fejezetben leírja, hogy Jahua szava már akkor is ott volt a kertben. Ki Jahua szava? Jahusa Hamásiák. János első fejezet 14-es vers leírja, hogy a szó köztünk járt, mint ember. Jahusa Hamásiák. Ugyanez volt itt is. Meghallák Jahua Elohim szavát, aki a hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzik az ember és felesége Jahua elől a kert fái között. Szólítá ugyanis Jahua Elohim az embert, és mondta neki, hol vagy. Szóval ez a szó a kertben járt, úgyhogy ez nem egy ilyen jöttment angyal, vagy Elohim, vagy mit tudom én mi volt, ez Jahua szava volt, aki mindig is itt volt az emberekkel. A bölcsesség, példabeszédek 8, vagy 1, vagy 2, amiről ír, János, amiről beszél, aki eljött és itt volt, mint Jahusa Hamásiák, aki a csipkebokorból beszélt, aki vezette őket éjjel, úgy, mint egy tűzoszlop nappal, mint egy füstfelleg, aki ott volt a sínai hegyen a menyegzőkor, aki visszatér majd, mint a bárány. Ez a dolog Jahua Elohim szava. Ez a része annak az echádnak, vagy egységnek, ami Isten magyarul. De egyébként Elohim. Ezért van többes számban. Ezért nem használom ezeket a szavakat, mert sokkal kifejezőbb, ha valaki a hébert használja. De ez itt volt a kertben. Ott járkált. Szóval az nem igaz, hogy egy ilyen jött-ment angyal, vagy Elohim, vagy mit tudom én, mi azt mondta neki, hogy áldozom föl egy bárány. Szó sincs erről, hogy bárki is mondott volna ilyet Ádámnak. Feltételezzük, hogy így volt, de azt nem tudjuk, hogy így volt. Aztán azt mondja, hogy az ember megborzad majd, hogyha meghallja Jahusa Hamásiák áldozatát, és rájön, hogy ő is hozzájárult a bűnével. Hát folyamatosan hozzájárulnak, hogyha még mindig a Tora szerint élnek. A Tora az, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Ha valaki nem tartja meg, az folyamatosan bűnben él. Aki pedig folyamatosan bűnben él, annak nincsen áldozat. Abri zsidókhoz 10, 26, 27, de egyébként olvasható tovább, és akkor ott elmagyarázza. Szóval azért nincsen áldozat, aki most úgy él, miután állítólag eljutott az igazságra, hogy nem a Torát követi, az folyamatosan bűnben él, és az újra és újra megfeszíti a Jahusa Hamásiákat, és ez nem én vagyok, hanem ez ők, akik ezt hirdetik. Én próbálok úgy élni, ahogyan ő élt, hogy tiszteletben tartsam az ő áldozatát. Ők pedig ezt meggyalázzák, de megmutatom. Mert ha szándékosan vétkezünk az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincsen a bűnökért való áldozat. Szóval van bűn, még mindig vétek, úgy mint hatá, de egyébként ez hamartánó, az igazság az ő szava, aletheia, vagy pedig imjuná, vagy az ő szava, Jahua szava, a Tora tulajdonképpen. Ha valaki ezt megismeri, és utána szándékosan vétkezik, azután már nincsen áldozat, hanem az ítéletnek valami rettenetes várása, a tűznek lángja, mely megemészti az ellenszegülőket. Az ellenszegülő egyébként nem más, mint az, aki szemben áll, aki ellenséges, aki ellentétes az ő szavával. Aki megveti Mose törvényét, két vagy három tanú bizonyságra irgalom nélkül meghal. Oké, szóval aki megveti a Torát, az két vagy három tanú bizonyságra irgalom nélkül meghal. Gondoljátok meg, hogy mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, aki Elohim fiát megtapodja, a szövetségnek vagy a brit hadasának vérét, melyel megszenteltetett külön választatott, tisztátalannak tartja. Mi az, hogy tisztátalan, ha már nincs tisztátalan? Ha már minden tiszta. Aki ezt a vért tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek ruáhját bántalmazza, amiről ők azt mondják, hogy nincs is. Úgyhogy az a sok-sok filozófia, amit a 20 év tévegés alatt magukba szívtak, vagyis Reveal Hidden Reality magába szívott, az most mind visszaköszön úgy, mint egy probléma. Az, ami őt szakértővé teszi, az most mind a káosznak az eredményezője. Hiszen még mindig ahhoz ragaszkodik tulajdonképpen, amit a keresztények hirdetnek. Nincs Tora, el kell fogadni a Jahusa Hamásiák vagy Jézus áldozatát, és jók vagyunk. Alapvetően erről szól a kereszténység. Ehhez nem kellett 20 év. Aztán itt belefutunk egy olyan dologba, amikor megpróbálja idézni Berasít 1 Mózes 26-os fejezet 5-ös verset azzal kapcsolatban, hogy Ábrahámnak nem állt rendelkezésre a Tora. És ezt úgy mondja, hogy közben azt felsorolja, hogy Ábrahám megtartotta a törvényeket, a megtartandókat, hát akkor csak megtartotta, hogyha akkor csak rendelkezésre állt, hogyha megtartotta. Szóval hogy lehet azt mondani, hogy nem állt rendelkezésére, mikor ide van írva, hogy mivel hogy? Hallgatta Ábrahám az én szavamra, megtartotta a smá, a megtartandókat, parancsolataimat, mitzvá, rendeléseimet, huká, törvényeimet, tora, az út mutatásomat.
Szóval nézzük meg akkor, hogy az ígéret hogyan is szól. Megesküdtem Ábrahámnak, a te atyádnak, megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mindezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Miért? Azért, mert! Mivel, hogy? Ennek a következménye, ugye a következmény, vagy a konzekvencia, vagy valaminek a következtében, ennek a követ annak, hogy hallgatott Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, micvá egyébként, nem mispát, rendeléseimet, huká, és törvényeimet, tora. Akkor csak megtartotta, meg kellett, hogy legyen a tora. A probléma az, hogy ők itt nem értik, hogy a tora nem azt jelenti, hogy törvény. A tora azt jelenti, hogy útmutatás. Képzés, oktatás, tanítás, utasítás vagy instrukció. Azt mondja, hogy Ábrahám megtartotta ezeket az instrukciókat. Ő az oktatást elfogadta, sőt, az ő magatartása olyan volt, a viselkedése vagy a szokása. Lehetséges, hogy Ábrahámra más instrukciók vonatkoztak, ezt nem tudjuk. Amit tudunk, az az, hogy ami rá vonatkozott, azt megtartotta, ezért kapta az ígéretet. Oda van írva, hogy mivel, hogy. Ennek következményeként megkapta az ígéretet. Akkor csak szükséges volt cselekedet. Nekünk azonban a Tora, amit mi a mózesi törvényeknek ismerünk, ez az útmutatás, ami ránk vonatkozik. Pontosan azért, amit mond, hogy 430 évvel később adta. Ránk már nem az vonatkozik, ami Ádámra, hiszen itt már nincsen jó és a rossz tudásának fája. Szóval persze van, mert ugye a világ tudása, de ami ránk vonatkozik, az az, amit leírt az úgynevezett öt mózesi könyvben, a Torában. Ábrahámra lehet, hogy más vonatkozott, de lehet, hogy nem. Az, hogy le volt-e írva, vagy nem, azt nem tudjuk. Most ugye a következő eleme a filozófiának az, hogy nem értem én, hogy még nem volt írott törvény. Nem tudjuk, hogy nem volt írott törvény, ugyanis erre nincsen utalás, hogy volt írott törvény, vagy nem. Azt tudjuk, hogy volt törvény, még Abimélek is tudta, hogy van törvény, hiszen ő is kapcsolatban állt Jahuával. Ez Barasít 20-as fejezet 3, de Elohim Abimélekhez jöve éjjel egy álomban, és mondta neki, íme meghalsz az asszonyért, akit elvetél, holott férnél van? Abimélek ezt mondta. Uram, vagyis Jahua, vagy Adonai, az ártatlan népet is megölöd-e? Az ártatlan az az cadik, aki igazságosan él, törvényes. Hát akkor honnan tudta Abimélek, hogy ő ártatlan, hogyha nem volt törvény? Akkor csak tudta, hogy egy férjes asszonyt nem lehet csak úgy piszkálgatni? Azt mondja, hogy a szívem ártatlanságában és kezeim tisztaságában cselekedtem ezt. Szóval tudja, hogy ártatlan, hiszen átverték, és törvénysértést nem követett el, akkor valahonnan csak tudta, hogy mi a törvény, honnan máshonnan tudta volna. Sőt, még ennél is korábban, Barasít 15-ös fejezetben így szólja Hua, csak a negyedik nemzedék tér meg ide, mert az emoreusok gonoszsága, vagyis aon, bűn, törvénysértés, bűnösség még nem tölt be. A Szent Imre így is fogalmaz. Mivel az amoriták bűne még nem teljes, a Káldi szintén azt írja, mindmáig még nem telt be az amoriták gonoszsága, ami nem más, mint ahogyan azt láttuk, bűn. Minek írtott volna ki annyi népet, hogyha nem volt bűn? Ha senkinek nem volt fogalma semmiről, akkor minek büntette volna meg ezeket a népeket? Erre gondol zsidókhoz 4-es fejezet 12. Az írás, Jahua szava lerombolja a hazugságot, a hamisságot, ezeket a téves, tudatlan dolgokat, amiket ők állítanak. Erre való Jahua szava, ez a kétélű kard, ezeket a dolgokat elpusztítja, szétroncsolja. Mindezeket a feltételezéseket, meg filozófiákat, amiket ők itt kitalálgatnak, meg összehordanak, ezeket elpusztítja Jahua szava. Ezért érdemes használni, ezért érdemes kinyitni. Az, amit ő mond, hogy lexikális így, lexikális úgy, ezért használom, hogy ne keveredjek ilyen szituációba, amikor mást mondok, mint ami le van írva. És még így is előfordul. Sőt, azután azt hallhatjuk a hölgytől, hogy
Én szerintem az angyalok a testi törvényeket követik a mennyben. Hát nem tudom, ha erre van valahol egy bizonyíték, hogy én azt mondtam, hogy az angyalok testi törvényeket követnek a mennyben, akkor elismerem, de hát az angyal egy spirituális lény. Én nem azt mondtam, hogy ő testi törvényeket követ a mennyben. Én azt mondtam, amit olvastam Zsoltárokban, a 103-asban ráadásul, 20-as így szól. Áldjátok Jahuát, ő angyalai vagy Malakim. Ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, az ő szavát, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok Jahuát, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Ez ugye a mennyei seregekre utal. Yahuah Sebá. Úgy, mint hogy a seregek hatalmasága, vagy a seregek ura. Ők is az ő rendeletét követik. Mindenki az ő parancsolatait követi. Rájuk ugyanúgy vonatkoznak a parancsolatok, mint ránk. Lehetséges, hogy más, de hogyha belegondolunk, mikor Szodoma és Gomora esete volt, akkor testben voltak az angyalok, nyilván akkor vonatkozott rájuk is az a törvény, ami ránk. Nem mehettek ott csak úgy megindulni, és akkor boldog-boldogtalannal ilyen kapcsolatot létesíteni. Persze ez egy feltételezés, lehet, hogy megcsinálhatták volna, de kétlem. De hát itt van egy másik bizonyíték arra, hogy az ő akarata teljesül a mennyben és a földön. Ez pedig a mi atyánk, amit valószínűleg elmond mindenki minden nap, ennek ellenére őnekik ez nem tűnt fel. Mi atyánk, Abba Jahua, ki vagy a mennyekben, Semaim a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, nem Úr, vagy az öreg Isten, meg a jó Isten, meg a teremtő, meg a mit tudom én mi. A te neved, Jahua. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, hol? Semaimban, a mennyben, úgy a földön is. Aki nem teljesíti az ő akaratát, az Satán, az ő serege, illetve mindazok az emberek, akik a Tora nélküli életet hirdetik és azt élik. Azután megszólal a Reveal Hidden Reality, hogy a mennyben nincsen bűn. Hát akkor Satán és az angyalok azok miért lettek onnan kitaszítva, ha ott nincsen bűn? Akkor miért hullanak a csillagok a földre majd az utolsó napokban? Mikor tudjuk, hogy a csillagok azok nem mások, mint az angyalok, vagy a Malakim. Már úgy mondom ezt, hogy mára ki tudja. Sőt, hogyha olvasnák az úgynevezett Ószövetséget, akkor ez kiderülne Jéhizikael, vagy Ezikiel 28-as fejezetből szintén, hogy van bűn a mennyben, és lőn Jahuának beszéde hozzám mondván. Embernek fia, kezd gyászéneket Tírus királyáról, és mond neki, így szól Jahuá Elohim, te valál az arányosság pecsét gyűrűje, teljes bölcsességgel, hakmá, tökéletes szépségben, Édenben, Elohim kertjében voltál. Szóval nem lehet szó Tírus királyáról, hiszen ő nem volt Édenben. Ez Satánról szól. Rakva Balál mindenféle drága kövekkel, felsorolja őket, karikáid, mesterkézzel, mélyedéseid aranyból készültek, amanapon melyen teremtettél. Valá felkent, oltalmazó kerub, és állattalak téged, hogy Elohim szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál, Elohim szent hegyén, tüzes kövek között. Fedhetetlen voltál, Tamim, tökéletes, mint Nach vagy Noé, utaidban, attól a naptól fogva, melyen teremtettél, meddig, amíg gonoszság nem találtaték benned. A gonoszság az avalá, úgy mint bűn. Gonoszság. Igazságtalanság. Kereskedésed bősége miatt belsőd erőszakossággal telt meg, és vétkeztél, azaz bűnt követtél el. Vétek, hatá. Ezért levetélek téged Elohim hegyéről, elvesztélek te oltalmazó kerub tüzes kövek között. Úgyhogy ezek szerint csak van bűn. Hiszen erről ír az írás. Az, hogy ők mit gondolnak, vagy miről beszélnek, azt nem tudom. És akkor elmondja utána szemrebben és nélkül, hogy a törvény nélkül nem tudná az ember, hogy mitől kell elvágnia magát. Igaz? És közben ők azt hirdetik, hogy a Tora már nincs érvényben. Hát akkor vagy érvényben van, vagy nincs. Rászánja az egész életét, hogy tanítsa az embereket, hogy a Tora nincs érvényben, most meg azt mondja, hogy az mutatja meg, hogy mi a bűn, hogy mitől kell elvágni magát, hogy visszakerüljön Elohimhez. Aztán azt mondja, hogy olyan sok lett Ábrám leszármazottja, hogy szükség volt egy törvényrendszerre, hogy igazgassa Isten őket. Erről nincs szó, ezt nem tudjuk, hogy ez így van, ez nincs leírva, ez egy filozófia. Amit tudunk, az az, hogy van a Tora, és ráadásul azt, hogy aki nem Ábrahám leszármazottja, az nem lesz ott a végén.
Szóval, ha Ábrahám fiainak adatot, mert annyian voltak, mint a tenger homokja, és mi azok vagyunk, akkor nekünk is adatot. Miképpen Ábrahám hitt Elohimnek, ez Galatákhoz, a Saul maga írja személyesen. Elohimnek, és tulajdonítottad neki az igazságot. Most olvastuk, hogy mikor, Barasít, 1 Mózes 26:5. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok Ábrahám fiai. Szóval, ha ők azt mondják, hogy hisznek, akkor ők Ábrahám fiai. Előre látván pedig az írás, hogy Elohim hitből fogja megigazítani a pogányokat, eleve hirdette Ábrahámnak, hogy te benned fognak megáldatni minden népek. Mi az írás ezek szerint? Bereshit, vagyis 1 Mózes az írásnak minősül, hiszen ott írja ezt Elohim, Bereshit 1 Mózes 26-os fejezetben Yitzháknak adja ezt az ígéretet, de 15-ösben ugyanezt megadja Ábrahámnak, és ez az írás szerintük. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Szóval akkor mi mindannyian Ábrahám fiai vagyunk, tehát ránk vonatkozik a Tora és a körülmetélés is. Itt most már arról van szó, hogy Elohim nem ígérte meg, hogy a Ruach HaKodesh beleteszi az emberekbe. Hoppá! Ezt a múltkor kivégeztük ezt a kérdést. 1 Korintusi 3.16 és 1 Korintusi 6.16 körül szintén elmondja ugyanezt, hogy bennük fogok lakni, sőt utána idézi ugyanezt Joeltől, mikor azt mondja, hogy mindenkire kitöltöm a lelkemet. Úgyhogy sajnos a helyzet az, hogy ezek az emberek nem értik azt, amit olvassak, vagy pedig hazudnak. Vagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Ruach HaKodesnek temploma, melyet Elohimtől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok. Hát nem tudom, hogy akkor ez hogy van. Nem tudjátok-e, hogy Elohim temploma vagytok, és Elohim ruachja lakozik bennetek? Erről csak ennyit. Boom! Itt most az következik, hogy azért magyarul törvény, mert Isten tudja, hogy nem tudja senki megtartani. Állítsa meg mindenki, hagyok egy kis időt, hogy ezt felfogja, hogy miről van szó. És a törvény írott formában kell, hogy megjelenjen. Nézzük, mi az, amit tud Yahuwah Elohim, Isten, mi az, amit ő tud? Mert e parancsolat, melyet én a mai napon parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, sem távol nincs tőled. Utána leírja ugyanazt, amit Saul leírt a Rómaiakhoz 10-es fejezetben. Szóval Saul egyetért ezzel, sőt felette közel van hozzád az iga a te szádban és a szívedben, hogy teljesítsed azt. Ez az, amit gondol róla Yahuwah Elohim? De nézzük, hogy mit írja Hukanon az első levélben, mert az Elohim szeretete, hogy megtartjuk az ő toráját, amiről ők beszélnek, és az ő torája pedig nem nehéz. Szóval mindenki döntse el, hogy a filozófia érdekli, vagy az érdekli, ami le van írva. Egyet-egyet az ember be tud tartani félelemből. Hát, hogyha itt tart a világ, hogy ők úgy élnek, hogy egyet-egyet itt-ott betartanak, akkor milyen lehet az ő életük, hogyha... ha ez így működik náluk, hogy egyet-egyet imit-tamot betartanak, akkor ők mire számítanak a végén? Azt mondja, hogy félelemből. Hát, hogyha az ember nem fél, akkor nem érti a lényeget. A zsidókhoz szerzője tisztában volt ezzel, hiszen azt mondta, hogy rettenetes dolog az élő Elohim kezébe esni. Akkor lehet, hogy a félelem annyira nem rossz, és az, aki imit-tamot egyet tud megtartani, az nem valószínű, hogy jó úton jár. Azt mondja, hogy azért törvény magyarul, mert az ember lépten nyomon meg fogja törni. Boom. Szóval az ember tanulhat tőlük rengeteget. Sok szerencsét mindenkinek, aki ezt az utat akarja járni. Utána szembe találkoztunk volna az egyik idézettel a kevésből, de nem sikerült eltalálni, hogy hol van, de én segítek. Ez már 12:29, amikor is azt kérdezik, hogy minden parancsolatok között az első... Ugye, amikor megkérdezik tőle, hogy melyik az első minden parancsolatok között, nem melyik az egyetlen, azt mondja a haver, hogy melyik az első. Erre az a válasz, Hald, Jeszrael, Yahuwah, a mi hatalmasságunk, Yahuwah, egy. Ez a legnagyobb parancsolat. Szeresd azért Yahuwahát, a te hatalmasságodat, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, teljes erődből, ez az első parancsolat. Én nem azt mondom, hogy a Tóra felülír mindent, ezt ők nem tudják majd bebizonyítani, hiszen nem lesz ilyen idézet. Szóval ez egy már most a sok hazugság közül. Amit én mondok, az az, ami le van írva, hogy ez a kezdetektől fogva így volt, hiszen ez egy idézet. Értse meg mindenki, azért idéz innen, mert azt szeretné, ha visszajönnénk és megvizsgálnánk. Hald, Jeszrael, Yahuwah, mi hatalmasságunk, Yahuwah egy. Szeresd azért Yahuwahát, a te hatalmasságod a teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Hogyan? Ez igék, melyeket a mai nap parancsolok neked, legyenek a te szívedben.
Kössed azokat a te kezedre, jegyül, és legyenek homlokkötőül a szemeid között. Miért állnék meg itt? És mondanám azt, hogy jó, látod, csak szeretni kell. Így kell szeretni, ahogy itt leírja. Úgy, hogy gyakoroljad a te fiaidat ebben. Ezekről beszélj állandóan, otthon, az úton, ha lefekszel, ha felkelsz. Fessed a házadnak ajtófeleire, a kapuidra. Mit? A törvényt, mert így kell őt szeretni. Ez az első parancsolat. Így lehet összefoglalni. Mi a második? Szeres fel a barátodat, mint magadat. Vaikra 19.18. Ez szintén egy idézet, ahol leírja, hogy hogy kell fel a barátodat szeretni. Mellesleg Vaikra 19.3 és 19 az pontosan a szexuális erkölcstelenségről szóló fejezet, ugyanúgy, ahogy az az előtti az. És ez több minden égő áldozatnál, meg véres áldozatnál. Teljesen mindegy, hogy mennyi pandamacit mentesz meg, vagy öreg nénit kísérsz át az úton, vagy adakozol. Engedelmesség a parancsolatoknak mindenek fölött áll. Az üdvösség az a másiák által jön, és a hitet bizonyítja az ember a cselekedeteivel. Azt mondja, hogy fordítási hiba van, hogy a szeretetet, az imádatot, az engedelmességet szinonimaként használják. Ezért nézem meg. Az előbb az volt a probléma, hogy megnézzük, hogy héberül vagy görögül miről van szó. Most az a probléma, hogy fordítási hibák vannak benne. Nézd meg akkor, hogy mit ír görögül vagy héberül, és akkor nem lesz benne fordítási hiba, mert akkor te le tudod fordítani. Azt mondja, hogy Isten nem kíván imádatot, és hogy ezek az újholdak, meg ezek az áldozatok, ezeket utálja. Azokat utál, amit ők csinálnak, mint Reveal Hidden Reality, meg a többi ember. Azért utálja azt, mert az ő szívük nincs ott, mert nem engedelmeskednek. Azt utálja, hogyha az ember teszi, próbálja a jót tenni, cselekedni, úgy, mint egy áldozatot, de nem engedelmes. Ez az, amit utál. Erről is szó volt a múltkor, úgyhogy csak meg tudom ismételni gyorsan. Ne hozzatok többé hazug ételáldozatot, ez Ézsaiás 1.13. Jó illatétel útállat előttem, újhold és a bát, ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Nem arról beszél, hogy az ünneppel van a baj, azzal van baj, hogy bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Azt, amit ők csinálnak. Teljesen mindegy, hogy mennyit énekelsz, tapsolsz, zenélsz, kísérgeted az öreg néniket, meg mented a pandamacikat. Mindaddig, amíg bűnben élsz, addig ő azt nem fogja elszenvedni, mert ő gyűlöli azt. Az újholdaitokat, a tieteket, az ünnepeiteket, a tieteket gyűlöli a lelkem, terhemre vannak és elfáradtam viselni. Sőt, elmondja, amit mondtam, ha kiterjeszted kezed, elrejtem szemem előled. Megsokasítjátok is az imádságot, nem hallgatom meg vérre rakvák kezeitek. Tisztuljatok meg! Úgyhogy én értem, hogy miről beszél, és pontosan tudom. Ezért próbálom elmagyarázni az embereknek, hogy aki a törvény az, ami legfelül áll, mindennél magasabban áll. Természetes az, hogy a húsak másják áldozatán keresztül jön az üdvösség. Ezt bizonyítja az ember a cselekedeteivel, aminek a Torával harmóniában kell lennie. Én most is felolvastam, és most is ugyanazt jelenti. Én nem tehetek róla, hogy ők ezt nem hajlandók megérteni. Nem az újholddal vagy az ünneppel van a baj. Le van írva, hogy mivel van a baj. A bűnnel és az ünnepléssel van a baj. A ti viselkedésetekkel, a ti újholdaitokkal, a ti ünnepeitek azok, amit ő gyűlöl. Azért, mert vérrel van rakva a kezük. Tisztulj meg! Távoztasd el szemeim elől cselekedeteidnek a gonoszságát, ami rosszaság, romlottság, törvénysértés. Szűnj meg gonoszt cselekedni, azaz törvénytelenséget. Tanulj jót tenni, törekedj az igazságra, ami mespát, ami az ő ítélete. Vezesd jóra az erőszakoskodót, pártold az árvát és az özvegyek ügyét. Térj meg magyarul, élj a Tora szerint, és akkor fog gyönyörködni abban, amit csinálsz, de addig nem. Azt mondja, hogy átugrom azokat a részeket, amelyek bizonyítanák. Olvasd fel akkor! Mutasd meg, hogy mi az a rész, ami bizonyítaná. Valami legyen, ami legalább az igazságból jön, ami a Torából jön, ami az ő szavából jön. Ne csak a filozófia órákon keresztül. Mutassa be valaki, hogy mi az, ahol átugrom. Mi az a logikai bukfenc úgy, hogy felolvas valamit végre egyszer. Most azt mondja, hogy a lelkiismeretemet bántja, vagy hozzám is szólnak ezek. Honnan tudja valaki, hogy mi van az én lelkiismeretemben? Honnan tudja valaki, hogy mi van az én fejemben, vagy egy másik ember fejében? Először mindenkinek a saját dolgaival kell foglalkozni, azután elkezdeni felállítani ezeket a hipotéziseket arról, hogy más ember mit érez, vagy mit gondol. Különben ez mind-mind csak hamis tanúbizonyság lesz.
Azt mondja, hogy ők Istennek való engedelmességre szánják magukat. Hát hogy tudja valaki engedelmességre szánni magát, ha nem azt csinálja, mint ami le van írva, mint amit mond a teremtő? Mi más módja van annak, hogy én engedelmes legyek, ha egyszer már azt mondom, hogy nincsen mihez engedelmeskedni? Szóval, ha már logikai bukfenceket keres az ember, akkor itt van egy. És az a borzasztó, hogy vagy nem értik azt, amit mondok, vagy hazudnak, vagy tényleg csak a képességeik olyan gyengék, hogy nem tudják megérteni, de már most elmondtam nagyon sokszor, meg a korábbi videókban, hogy a bűnért Yahusha HaMashiach áldozata az, ami engesztelést nyújt, és ezen keresztül üdvözül az ember. Azután az, hogy hisz ebben, azt a cselekedeteivel bizonyítja az ember. Nem értem, hogy ez miért olyan nehéz. Az a lényeg az egésznek, hogy azt mondja Elohim, hogy jó, oké, te hiszel? Még azelőtt, hogy értenél bármit is erről az egészről, elfogad, és hajlandó vezetni, valahogy vezetnie kell, nem? Szóval valamilyen szent szellemnek, vagy Ruach HaKodesnek, vagy akárminek is hívjuk, lélek, akármi, kell, hogy legyen. Különben mi lenne a kapcsolat köztünk és közte? Szóval ez a Ruach HaKodes, ezt megadja nekünk, még mikor tudatlanok vagyunk, és a világban élünk. Onnantól kezdve ezzel elkezd vezetni minket, afelé, hogy olyan életet éljünk, mint a fia élt. Az azonban nem lehet bűn, és így megtanulja az ember a Torát, és elkezd engedelmeskedni annak. Ez nem egy olyan nagy dolog, persze hát az, hogyha az ember nem akarja megérteni, de egyébként nagyon sokan megértették ezt is. Dicsőség és köszönet Jahuának ezért. Oké, azután azt mondja, hogy hogyan végezzük a körülmetélést, mert csak és kizárólag a papok és a léviták végezhették a körülmetélést az ószövetségi törvényekben. Nézzük meg, hogy ez így van-e. Bereshit 17. Vevé azért Ábrahám Ismált az ő fiát, és háza minden szülöttét, és minden pénzen vetteket, minden férfit Ábrahám háza népe közül, és körülmetélé férfi testüknek bőrét, ugyanazon a napon, amikor szólott vala vele Elohim. Úgy tűnik, hogy nem kell lévitának lenni, vagy papnak lenni, hiszen Ábrahám egyik sem volt. De itt van még egy, ez Semot, 4-es fejezet, 25-ös vers. De Cippora egy éles követ vett, lemetszi az ő fiának előbőrét, és lába elé veté mondván, bizony, vérjegyesen vagy te nekem. Ez ugye Mosé lába elé veti ezt. Nem tudom, hogy akkor Cippora az lévita volt-e, vagy pap, de az biztos, hogy ő Mizraimból származott, azaz Egyiptomból. Szóval látjuk azt, hogy nem kell lévitának vagy papnak lenni ahhoz, hogy elvégezze valaki a körülmetélést. Szóval innentől fogva egy újabb filozófiát csíptünk fülön. Jaj, de egyébként még egyet elfelejtettem. Ez Apostolok Cselekedetei 16.3, ezt Saul magával akarta vinni, és vevén körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken valának, mert ismerték mindjárt az ő atyát, hogy görög volt. Saul nem volt sem lévita, sem pap, azon kívül, hogy farizeus volt, hiszen tudjuk, hogy Saul Benjamin törzséből származott, így nem lehetett lévita. Úgyhogy filozófia, filozófia hátán, hazugság, hazugság hátán, hamis tanúbizonyság, hamis tanúbizonyságot követ. Sőt, azt mondja, hogy Isten mérő serpenyőiben mindenki alul maradt, mikor régen még azt mondta, hogy az egy hazugság, hogy mérő serpenyőben méri Elohim az ember lelkét. De hát ezek szerint legalább valamit tanult a videókból. De legyen is elég ennyi. Az biztos, hogy szép lassan azért megtanulnak dolgokat. Az világos, az hallatszik, de ne hagyja magát senki lebeszélni arról, hogy egy törvényes és igaz életet folytasson, amit lehetetlen a Tora ismerete és betartása nélkül élni. Az üdvösség egy ajándék, Abba Yahuától és Yahusha HaMashiachon keresztül érkezik, azonban azért utána meg kell dolgozni úgy, hogy az ember a Tora szerint él. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!